Köszönöm budapestiek, hogy a héten és az elmúlt napokban ilyen sok szeretetet, figyelmet, biztatást és erőt kaptam tőletek. Nagyon sokféle Budapestről beszéltünk az utóbbi időben. Beszéltünk szabad, önálló, pénzügyileg független Budapestről, de ha a legfontosabbról kellene, akkor egyet mégiscsak kiemelnék, az pedig az odafigyelő Budapest lenne. Az odafigyelő Budapest, ami mindenkire odafigyel különböző bajában és örömében, amely gondoskodik arról, hogy megfelelő környezetben, jó közérzetben élhessük a mindennapjainkat, és gondoskodik arról, hogy az itt lévő intézmények bennünket szolgáljanak. Nyilván különösen nagy fontosságot és figyelmet kell fordítani az idősek felé, akiknek már sok speciális szükséglete van, például az egészségügy, hogy normális körülmények között gyógyulhassanak, hogy az egészségüket minél tovább őrizhessék, ez számukra a legfontosabb, és ezért is kell visszavenni a kórházainkat, hogy meg tudjuk adni nekik a méltó körülményeket. És azt is, hogy egy város akkor nevezhető tisztességes városnak, hogyha odafigyel az emberekre a mindennapjaikra, hogyha az idősek, akik egyébként egy becsülettel végigdolgozott élet után joggal számíthatnának arra, hogy biztonságban és ha bemennek egy kórházba, akkor vajon élve jönnek-e ki? És megadjuk azt a biztonságot, hogy ha baj van, ha bármi történik velük, akkor tudják, hogy a városukra, a közösségükre számíthatnak. Na, én ilyen Budapestet szeretnék, és ilyen Budapestet szeretnék veletek együtt megépíteni, mert Budapest többet érdemel.